Énekszóval gazdagította a gyulai református gyülekezet, a szerda este megrendezett, a házasság és család múltja, jelene, jövője elnevezésű előadást. A házasság hete alkalmából Barát János lelkipásztor a hűségről, a feltétel nélküli szeretetről, a felek közötti egyenlőségről beszélt. Ezen kívül kiemelte, fontos áttekinteni a történelem során hogyan viszonyultak a házassághoz, milyen értékeket követtek, és mi motiválta az embereket. A legfőbb érték az lesz számunkra, hogy Isten hogyan gondolta a házasságot, és milyen titkot rejtett el abban, hogy férfivá és nővé teremtette az embert, egyenrangúvá teremtette, és ami nagy titok, és amit kevesen értenek, és talán a kereszténységre próbálják ráhárítani, hogy akár a férfi társadalom mellett áll, a Biblia az azt állítja, hogy a férfi és a nő együtt Isten képmása, tehát nem lehet ezt kijátszani egymással szemben. A házasság hete közel 2 évtizeddel ezelőtt jött létre azzal a céllal, hogy Valentin nap hetén ráirányítsa a figyelmet egy mélyebb gondolatra, a család és a házasság fontosságára. Magyarországon először 2008-ban rendezték meg a programsorozatot. A kezdeményezés azonban mára már 21 országban terjedt el. A házasság hete olyan széleskörű összefogásra törekszik, mely a példamutatás mellett tudományos kutatások eredményeivel, valamint bibliai és erkölcsi érvekkel próbálja alátámasztani a házasság örökkévaló értékét. A helyi református közösség ebben az évben 2 előadással készült az érdeklődőknek. A házasság múltjáról, jelenéről és jövőjéről hallhatnak egy előadást, mindazok, akik ezután érdeklődnek, és itt vannak közöttünk. A vasárnapi alkalom, ami pedig 15 órakor lesz vasárnap délután, ott pedig egy szakpszichológus testvérünk fog előadást tartani, amelynek címe Boldogan éltek, amíg ... és ez egy interaktív játékos előadás lesz. Ott gyermekmegőrzést is biztosítunk a házas párok számára, hogy felhőtlenül tudjanak részt venni ezen az alkalmon. Vasárnap 15 órától a Magvető Református Iskola ebédlőjében Selmeciné Valach Renáta szakpszichológus tart előadást. Ezt követően az érdeklődőknek lehetőségük lesz a hallottak interaktív feldolgozására is.